A mikrósüti, hozzávalók, alma, amit le kell reszelni. Banán, amit szíjjel nyomunk. Szilva, amit kis darabokra vágunk. Aztán jöhet a méz. Tojás. És persze liszt. Sütőpor. Tej. Hogy ne ragadjon a bögre, kivajazzuk. Aztán kis lisztet is hintunk majd rá. Tészta keveréket beleöntjük, és mehet a mikróba. 3 perc sütés után így néz ki. Könnyedén kijön a pohárból, és lehet díszíteni lekvárral, almával, egy kis kakópórral, és jön a kóstolás. Nekem íz lett. Kóstoljátok meg ti is!